Hírták a gyerek nevét. Választottam egy orvost, olvasd a nevet. Dr. Szolga János. Oda megyünk a portáshoz. Ha bármi lenne, legyen nálad egy kis pénz. Előbb megtöröd a szemed. Jó. Sírás, ott van az öreg anyja. Maga velünk jön. Doktor Szolgához megyünk. Nem fogja megbánni. Még ezen kívül is van valami magának. Majd meglátja, örülni fog. Sanyi bácsi! Tiszteletem, tiszteletem, főorvos úr. Szervusz, fiam. Doktor úr, vannak itt néhányan, akik szeretnének beszélni. Igen? Azt mondják, hogy egy gyerekről lenne szó, de talán nem a diftériás esetek közül. De hát itt talán, ezek honnan talán vidékiek, hárman vagy négyen, nem is tudom. Nem erről volt szó, kérem! Kérem, itt víz itt van! Veszed a kezedet a doktor úrról! Egy beteg gyerekről volna szó. Itt több száz beteg gyerek fekszik. Ez nem olyan, mint a többi, ez az enyém. És nekem ez van. Mi ez? Ez? Ez az, ami ember és ember között különbséget tesz. Arany. Itt van, Sanyi bácsi. Lehet még valamit csinálni, doktor úr? Akkor most hová? Nem hiszem. Ez meghalt. Akkor megölöm, értettem? Felfogta? Maga kereskedő? Aranyom van. Ez a lényeg. Megkapja, visszahozza. Amennyi van, azt mind megkapja. És sok van. Érti? Ez a lényeg. A lényeg az, hogy lehet-e csinálni valamit. Amíg arany van, mindig lehet! Maga kereskedő. Csak hogy én orvos vagyok, és én tudom, hogy mire van orvosság, és mire nincs. Erre nincs. Ez a halál. Halál. Majd meglátjuk. Hallja! Hallotta maga is? Csend! Csend!